Mosu Norbert László alakítja az egyik főszereplőt, Huber Vilmost, aki egy az emberi érzelmekre és elfogadható viselkedésre fittyet hányó szoknyavadász. A színpadon a kapcsolatok felbomlását és sorsok tragédiáját még jobban kihangsúlyozzák a háttérben vetített, a darab jeleneteit más szemszögből megvilágító és kiemelő filmkockák. Ki tud hangsúlyozni dolgokat, hogyha rá tud fókuszálni egy részletre, amit kinagyít, amit esetleg annyira nem vennénk fel, vagy nem, a néző nem venné észre úgy egyből. Így tudja a figyelmet is irányítani és fókuszálni. Úgyhogy izgalmas, nekem tetszik ennek a formája és a képi világa is ennek az előadásnak. A darab nyomasztó hangulatvilágát a zenei aláfestés is kiemeli, árnyalja, és a látvánnyal együtt rátelepszik a közönségre is. A hangvilágot Kolozsi Borsos Gábor állította össze, aki ugyancsak játszik a darabban. Nagyon fontos az volt számomra zeneileg, hogy az atmoszférát kövesse. Tehát, hogy nem is a zeneisége volt a lényeg az egészben, hanem az, hogy egy olyan atmoszférát teremtsen a zene, ami megsegíti azt a jelenetet, vagy ad egy ilyen szőnyeget a gyakorlatilag a jelenet alá. Füst Milán Boldogtalanok című művét Albu István állította színpadra, aki a színház igazgatója is. A Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház a legkisebb állandó társulattal rendelkező erdélyi magyar színház. Talán azt kell tudni a színházunkról és rólunk, hogy kísérleti színházként alakult, és ma már nem tudom, hogy mennyire lehet kísérleti színházról beszélni, de talán mindannyian közösen valahogy mindig az értékteremtést tűzzük ki célul, és ezt próbáljuk hajszolni, ha lehet így fogalmazni. A produkció a Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiválján elnyerte a szakmai zsűri legjobb rendezésért és a legjobb női alakításért járó díját is.